Romhány József interjú a farkassal, aki állítólag megette piroskát. Az új bárány riportere felkereste Ordast. Interjút kér, én leközlöm, olvasd! Igaz volna a ma vád, hogy ön orvul elfogyasztott egy egész nyers nagymamát? Egy nagymamát? Egy grammot se, ez az egész csak grimmese. Hogy piroskát önfalta fel, talán az is hamis vád. Nem hagyott meg belőle mást, csak egy fél pár harisnyát. Hogy én őt ruhástul, mit kérem, eszeltek? Én még az almát is hámozva eszem meg. Furcsa, hogy a kunyhóban, hol megevődtek mindketten, mégis piros farkasnyálnyom díszeleg a parkettem. Az úgy történt, hogy ők aznap meghívtak a viskóba. Nagyon finom uzsonna volt, szamóca és piskóta. S mivel, hogy én evés közben állandóan vicsorgok, a vérveres szamócalé a pofámból kicsorgott. Én úgy tudtam, önnél szabály, hogy csak friss húsárút zabál. Kacsa! Füvet rágok, Lomhán legelészve, zsengét, hogy a gyenge gyomrom megemészte. És meddig lesz önnél a juhús is tiltva? Eddig, de erről már nem írhatsz, te birka.